köszöntök mindenkit. A jeles évforduló a Kiskanizsai Polgári Olvasókör 146. évfordulója alkalmából. Az 1864-es kataszteri térképen még templom, az 1907-es címtárban már polgárnévvel találjuk ezt az utcát, ahol jelenleg az Olvasókör, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház áll. Az Olvasókörről. 1870-ben Hajgató Sándor néptanító javaslatára alakult a tagjai kulturális gyarapodását szolgáló egyesület. Alapszabályuk rögzítette jelszavukat, amit még ma is és mi is vallunk, becsületesség és haladás. Pecsétünkön és az ő pecsétjükön is koszorúban egy nyitott könyv, jelszóval és körirattal. Kiskanizsai Polgári Olvasókör 1870. A ma itt élők számára a múlt eseményei már csak emléket jelentenek, de azt ne feledjük el, hogy a múltunk tisztelete a jövőnk alapja. Múltunk megismerése, hagyományaink ápolása a mai nemzedéknek is elengedhetetlen feladata és kötelessége. Ezt tesszük itt a mai napon is. A Kiskanizsai Polgári Olvasókör fennállása óta sokat tett és tesz a mai napokban is a kiskanizsai hagyományok és kulturális értékek ápolásáért, valamint továbbadásáért a jövő nemzedékének. Elsőként hadd adjuk át Anek Istvánnak és Anek Istvánnének Kiskanizsai hagyományok ápolásáért